Sziasztok! Viktor vagyok, és ez itt a Fish & Trips. A mai videó témája felszerelés mustra. Bemutatom nektek a botjaimat, amikor a horgászok, botokat és orsókat, és hát próbálok róluk őszinte szubjektív véleményt mondani. Ha esetleg ti is ilyen felszerelések vásárlásán törítek a fejeteket, akkor talán ez egy kis segítség lehet. Tartsatok vele! Mivel ez a videó meglehetősen hosszúra sikerült, a leírásba betettem egy tartalomjegyzéket, hogy könnyen megtalálhassátok a számotokra leginkább érdekes részeket. Hát nem kis munka volt összerakni a botokat, de szerencsére sikerült, tehát 6 darab botot raktam össze, és akkor kezdjük is a bemutatót. Melyikkel kezdjük? Természetesen a kedvencem. Ő pedig a Daiwa Custis botom. 12 láb 6 incs hosszban, 80 g dobóstében. Ez a 12 láb 6 incs, ez ő azt mondja, hogy 3 méter 81 centi. Ez egy nagyon lágy bot, ahogy így látjátok. A felszerelés még rajtán a végén, én így szoktam eltenni, de a lényeget talán azt lehet látni. Nagyon szépen bemozog. Ezt finom féderezéshez használom. Nagyon a technikai részletekbe nem megyek bele, csak a legfontosabbakat mondom el. A V-Join technológia, ez a Daiwának egy szabadalmazott technológiája, ez felel azért, hogy nagyon szépen görbül a bot, amikor terhelés alatt van. Ezt láthatjátok több videómban is. A gyűrűk természetesen jó minőségű gyűrűk. 3 spic jár hozzá, 1,5, 2 és 3 óz, ez tehát egy ilyen könnyű kis bot. Én azt mondanám, hogy a dobótávolság ezzel a bottal kényelmesen olyan 60 méter környékén alakul. Ez ugye 80 g dobósúlyú, én 80 g-ot nem tennék rá, maximum olyan 60 g környékén, tehát ez azt jelenti, hogy kényelmesen a mondjuk egy 45 g-os Preston kosarat lehet vele eldobni, ami megtölt, hogy a pontosan 60 g-ot nyom. Én egyébként ezt a botot a partközeli bomb féder technikához szoktam használni. Arra van most ez a felszerelés is rajta, látható, hogy ez egy ilyen kis gubancgátlócső, egy ólomkapocs, és ebbe akasztom bele a forogelőkét, illetve a kis kockaolmot. Ez a legutóbbi kecca óta maradt. Ez a bot nagyon tetszik nekem, és ennek az egyik legfőbb oka egyrészt ez a nagyon jó blank, ami nagyon szépen hajlik a halak alatt, a másik pedig itt a nyél részen található. Nagyon jó a nyíltagnak a kialakítása. Egyrészt ez a felülről záró orsótalp vagy orsótartó. Ez nekem nagyon tetszik, hiszen akkor így tudom fogni az orsót, és nem a meneteket kell markolnom. A másik jó része ez a Daiwának szintén egy szabadalmaztatott technológia, ez az armlock technológia, tehát nem henger alakú a nyélrész, hanem egy kicsit itt el van laposítva, és ez nagyon jó felfekszik az ember karjára, amikor ilyen elég hosszú fárasztásokba megyünk bele, ez nem fordul le a bot, tehát így néz ki. Kicsit túlnyúlik a bot nyíltak a kezemnél, és hát dobásnál. Ugye ezzel kicsiket szoktam dobni, jól megfogítom. Ezzel a bottal óvatosan kell dobni, tehát ezzel nem lehet azt a boilis dobást, amikor hátat tartom, és akkor izomból meghúzom. Ezzel inkább azt a féderezős típusú dobást kell, amikor meglendítem, és ez ilyen folyamatos mozdulattal dobom be. Ez nekem bevallom, őszintén még nem annyira megy. Terve van, hogy készítek egy videót a jövőben, amikor egy mezőre kimegyünk, és ezekkel a botokkal dobálok, megnézem, hogy tényleg meddig tudok eldobni vele, azok már pontos méterek lesznek, és akkor ott láthatjuk a különböző technikákat. A botról ennyit szeretnék mondani. Következő rész az orsó. Hát gyakorlatilag a kedvenc orsómat láthatjátok, és csak most egyben a legdrágább orsómat is láthatjátok. Ez a Daiwa Custis 25UD-a. Ez egy pontyozó orsó. Amikor ezt a botot vettem 2018 végén, akkor a Custisnak még csak a pontyozó orsója volt meg. Ez egy 25 mm-es dobemelés, nagyon szép zsinórképet mutat, eleve nagyon szépen néz ki az orsó, ez a fekete-piros ezüst, ez nagyon jól néz ki. Gyorsfékes az orsó, QD ez azt jelenti, tényleg egy fél fordulat, gyakorlatilag most teljesen ki van engedve, fél fordulat és a csutkára van húzva, tehát ilyen nagyon óvatosan lehet játszani a fékkel. És hát ez egyben egy kicsit a hátránya is, ugyanis ezen a boton, ha már láttátok horgász videómat, azt láthatjátok, hogy nem folyamatosan adagolja az orsó a féket, hanem ilyen kis szakaszokban,
Viszont ez csak elsőre ijesztő, soha nem tapadt még le a fék. Ez azért van, mert a bot ugye annyira rugalmas, hogy egy ideig hajlik a bot, és utána megindul a fék. Amint megindul a fék, a bot egy kicsit felegyenesedik, a fék már nem kap annyi húzóerőt, és akkor ezek így együtt dolgoznak, bot, fék, ezért nem folyamatosan adja a féket. Egy merev boton ez a fék szépen folyamatosan menne le, de azt azért hozzá kell tenni, hogy a Shimano, a hosszú utas Shimanoknak azért a féke az egyenletesebben adagolja a zsinort. Milyen technológiák vannak ebben az orsóban? Zion Body, Air Rotor, ez a vastag felkapó karma, így nézzük a Shimano orsókat, azokon sokkal vékonyabb. És hát benne van a Dive egyik csúcs technológiája, ez a MagSeal technológia, ez ilyen mágneses folyadék van az orsó belsejében, ami megakadályozza, hogy belemenjen az olaj. Hogy ez most mennyire valós és mennyire parasztvakítás, azt én nem tudom megmondani, szerintem az én pecáimon erre nincsen szükség. De az orsó futása az eszméletlen jó, tehát sokkal szebben fut, mint a Shimano orsóim. 6 golyós csapágy van az orsóban, 2 a hajtókar két oldalán, vagy a tányérkerék két oldalán, és 4 pedig tenge irányba. A tengelyen is, illetve a bormsafton is találhatók csapágyak. Ugye mondtam, hogy egyetlen hátránya az orsónak talán a kicsit túl gyors fék, és hát van még egy hátránya, eszméletlenül drága, tehát ez az orsó, ez 100 000 forint felett kapható. Mindenki döntse el, hogy megéri az árát, én mindenféleképpen szerettem volna legalább egy ilyen orsót. Ha nem sajnálnám rá a pénzt, akkor a másik botomra is ilyet vettem volna, sőt, mindegyik botomra ilyet venném. Ennyit erről a botról és orsóról, nézzük a következőt. Ő pedig, ez a bot lesz. Ismerős lehet. Ő szintén egy Daiwa Custom bot. Annyira tetszett nekem a kis testvére, hogy megvettem az egyel nagyobbat. Ez 13 láb 6 inch, ami hozban 4 méter 11 centi, szerintem egy kicsit egyébként rövidebb. A dobósúly ennek 100 gram. A magáról a botról nem akarok túl sokat beszélni, egy kicsit merevebb formában, de még mindig az a lágysága a blankban, tehát egy kicsit erősebb formában, mint a kis testvére. Ugyanazok a technológiák vannak benne. Gyakorlatilag teljesen ugyanaz a két bot, egy picikét vastagabb a blankja ugyanennek, és hosszabb. Ennyi a különbség a két bot között. Amit észrevehettek, hogy ennek a nyíltagján még rajta van a védőműanyag. Ez azért van, mert nemrég vásároltam ezt a botot, és ez még csak egyszer volt kint velem a vízparton. Sajnos akkor nem fogtam semmit, és nekem van egy olyan szokásom, hogy a bot végről a műanyagot csak akkor veszem le, hogyha halat fogok vele, sőt tovább megyek, ha 5 kg feletti halat fogok vele, úgyhogy majd láthatjátok a videón, hogy mikor fogtam ezzel a jobb halat, hogyha már lekerült róla a műanyag. Na, térjünk rá az orsóra, amit az érdekesebb rész. Ez az idén megjelent Daiwa Custom Fader orsó, 25 QD. Tehát mondhatjuk azt, hogy annak a pontyozó orsónak a kis testvére vagy testvére, ugyanaz a ház, a technológia nagyon hasonló, mégis van néhány lényeges különbség, ezeket vegyük most át. Ugye egyrészt a ház színe ez arany-feketében pompázi, míg a másik az a piros-fekete-ezüst. A dobban nagy különbség van. Ugyanis ez sekély dobú, még arra több száz méter zsinort kellett rácsévélnem, erre 200 méter körüli 20-as zsinór elég volt. Ugyanúgy gyorsfékes, tehát a fékrendszer ugyanaz, mint a másik orsónak, ugyanaz a felkapókar, ugyanaz a rotor, ugyanaz a ház. Megnéztem a robbantott ábráját, illetve a part number-öket az orsóba, és gyakorlatilag megegyezik technikailag a két orsó néhány eltéréssel, ezeket vegyük át most. Ebben nincs benne a MagSeal technológia, de szerintem, ahogy mondtam, a másik orsónál arra nincs is annyira nagy szükség. Illetve ami nagy eltérés, hogy ebbe két golyós csapággyal kevesebb van. Kicsit furcsa nekem, tehát a tányérkerék két oldalán itt nincsen golyós csapád. Tehát ebben 4 darab van, az mind tenge irányba helyezkedik, a tányérkerék két oldalán ilyen, hát valami műanyag persely van. Majd meglátom, hogy ez mennyire fog gondot okozni nekem a használat során. Ha esetleg úgy látom, hogy gondot okoz, akkor az első nagyobb szervizénél, amit szigorúan szakszervizbe fogok elvégeztetni, kicseréltetem a két perselyt golyós csapágyra, és akkor technológiát tekintve teljes mértékben azonos lesz a másik orsóval. A botról még annyit talán elmondanék, hogy ugye ez egy 4 méter feletti bot, viszont a látságának köszönhetően szintén nem a klasszikus belehúzós dobásra való, hanem szintén erre a folyamatos mozgásra alapuló féderes dobásra. Szerintem ezzel a távolságon most olyan 70 és 80 méter között van. Majd ez is kiderül a
dobó videón, amikor ezeket a botokat dobás közben tesztelem, hogy meddig tudok ezzel eldobni. Mivel ennek 100 g a dobósúlya, én azt mondanám, hogy nagyjából olyan 75, esetleg 80 g-ig lehetne terhelni. Ami azt jelenti, hogy mondjuk egy 60 g-os Preston kosarat, vagy egy 55 g-os Biodemelon kasz kosarat még nyugodt szívvel el lehet vele dobni. Persze vigyázni kell a dobáskor, mert ez a blank azért nem olyan merev, mint a távdobó botjaim blankje, amik hamarosan következnek. Amíg erről a botról elfelejtettem elmondani a spicceket, ehhez is 3 darab spicc jár, de mivel ez erősebb már ez a bot, ehhez 2, 3 és 5 unciás spiccek járnak hozzá. Ezeknek ilyen egytalpas gyűrűi vannak, nyilván ezek a botok nem arra vannak, hogy gigantikus súlyokat dobáljunk el vele, még a kis boton nem látszik a spiccen a spicc gyűrűn a hajlás, szerintem ez bírni fogja. Most jönnek a távdobó botok, vagy ahogy mi hívjuk őket, a medveölők. Itt látható mellettem, az egyik a 420-as World Champion, a második pedig a Croco 420-as LC, ez az longcast bot. Érdekes, hogy mind a kettő 420-asra van kiírva, de a World Champion mintha hosszabb lenne 1-2 centivel. Kezdjük azzal. Seria Walter World Champion, ez volt a legelső feeder botom. Nagyon jó kis bot. Gyakorlatilag a blankja egy feszesnek mondható, de mégis nagyon karcsú, nagyon vékony blank. Orsó tartója ennek is felülről zárós, nagyon kényelmes a fogása. A markolat ez egy nagyon karcsú parafa, és hát nem tudom minek hívják ezt, ez a neoprén vagy eva markolat. A gyűrűk ilyen előre döntött gyűrűk, szintén a távdobást segítik. Dobó súlya pedig, kicsit puskáznom kell, állítólag 120 g. Hát itt, hogyha ezt megsuhogtatom ezt a botot, nem akarom a többit összetörni, egy gyar. Ezen már látszik, hogy itt csak a spicc tag remeg be, és nagyon hamar visszáll. Tehát egy valóban merev távdobó botról van szó. Én nagyjából ezt a botot olyan 80 g-ig merem terhelni. Hát lehet, hogy lehetne 100-ig is, sőt, biztos vagyok benne, hogy vannak, akik 100-ig terhelik. Nekem valahogy ez a karcsú bottest azt sugározza, hogy ez nem bírná ki ezeket a távdobásokat, pedig higgyük el, hogy kibírja. Ennek az összerakás technológiája kicsit más, mint a dajváknak, tehát itt a felső tag, az rácsúszik az alsóra, de mégis a kidolgozás olyan, hogy gyakorlatilag alig lehet látni, hogy változik a blanknak a vastagság, úgyhogy nagyon igényes munkát csináltak vele. Nagyon szeretem ezt a botot. Ahogy mondtam, ez volt az első botom, és nagyon sok szép halat fogtam vele. Nem tudom pontosan, elfelejtettem megnézni, hogy melyik bottal melyik a legnagyobb halam. Ezzel biztos, hogy egy hónapja fogtam egy 16 kg felett, 16,8 kg-os tőpontjot, meg se kottyant neki. Azt azért még hozzátenném, hogy a kis dajvával, amit az elején mutattam be a kasztizmal, azzal már fogtam 20 kg feletti pontyot, 17 kg samult és 15 kg samult, de ezeket már láthattátok a videóimban. Szóval vissza a World Championre, egy gerinces távdobó bot. Nekem nem vagyok jó dobó, ezt be kell valljam. Nekem olyan 100 méter körül, 110 méter körül megáll a tudomány, inkább 100-at mondanék. Úgyhogy erre még majd egy kicsit rá kell edzeni. Ez is a célja egyébként a következő szezonnak. Tavasszal, mielőtt kimegyünk a tópartra, kimegyünk majd egy rétre is, és dobálózunk egy kicsit a különböző botjainkkal. Szerintem arra is fogok videót készíteni. A célom az lenne, hogy ezzel a bottal olyan 120 méterig el tudjak dobni, és ez nem holmi, ó, kidob nagyobbat mánia tőlem. Járok olyan helyekre horgászni, és jövőre is be van tervezve olyan hely, ahol stabilan 100 méter fölé, 105 és 110 méterre kell tudni horgászni, és hát ahhoz szerintem az kell, hogy nyugodt körülmények között tudjak dobni 120 métert, és akkor úgymond élesen versenykörülmények között meg lesz a 105 méter. Ennyit a botról, nézzük az orsót. Ezen a boton, illetve a másik távdobó botonon is, egy Shimano Ultegra 5500 XTB típusú orsó van. Ilyet már nem lehet kapni. Én ezt az orsót Angliában rendeltem, használtam, és ezt láthattátok az orsó szervizelés videómban.
Nagyon szeretem ezt az orsót. Hasonlít, megnéztem, szerkezetileg hasonlít a többi Ultegra orsómra, az XTD-re és az XSD-re. Annyit csináltak vele a Shimano mérnökök, hogy kicsit máshova helyezték a csapágyat. Egyébként ebbe is és azokban is 4 darab csapágy van. Ami jelentős eltérés, az a fékrendszer ennek az orsónak. Ezen ez a két tekerős gyorsfék van, a belsővel lehet állítani a finom fékrendszer, még a külsővel egy félfordulatos gyorsféket tudunk beállítani. Én ezt nagyon szeretem ebben az orsóban. Féderezésnél nagyon hasznos, bedobom, ugye ott csutkára meg van szorítva a fék, egy fél fordulat és már is szabadon futunk van a fék, tehát tudja húzni a hal. Futása az nagyon jó az orsónak. Én azt mondanám, hogy egy kicsit még jobb is, mint az újabb, az a D-széria. És hát szép is. Ennyit mondanék erről a botról. Ja, még valami a World Championről. Spitz. Az előbb beszéltünk a Spitzről, egy kicsit elviszem ezt a botot a háttérbe. Ennek a botnak a Spitze úgymond egy kicsit csalódást kelthet. Ahogy látjátok, itt a gyűrű nem három talpas, hanem csak ilyen szimpla egylábas, és már egy kicsit mintha lefele is hajlana, tehát ez azért 120 g dobósúly, mondjuk a 80-100-akat dobok vele, ezt a gyűrű már nem fogja sokáig bírni, tehát elhajlik. Spitzet sajnos már törtem, az az én hibámból. Hát gyakorlatilag minden spuccemet eddig úgy törtem el, hogy ezekkel a monofil dobóelőkékkel horgászom, és ezek hajlamosak arra, hogy memóriájuk van, rácsarodnak a spicre, és akkor az már tör is, de hát egyre több tavon már előírás, úgyhogy ezzel is majd kezdeni kell valamit, meg kell tanulni használni őket jobban. Dobás technika, ezzel a bottal már szerintem ez ott a határon, hogy ezzel nagyon jól lehet ezt a féderbotos dobás technikát alkalmazni, ez a folyamatos lengő mozgásból, folyamatosan gyorsuló dobással, de ezzel már meg lehet próbálni ezt a klasszikus boilis dobást, azaz hátul tartani a botot, beleállni és izomból meghúzni. Nyilván ki mennyire meri meghúzni ezt a karcsú bottestet annyira. Nagyon szeretem ezt a botot. Hogy megéri az árát, ez egy jó kérdés. Ezt, amikor én vettem, ez 90 ezer forint volt ez a bot. Megint csak, hát ugye kérdés, hogy kinek mennyit ér meg. Ugye nyilván szoktam látni a fórumokon, amikor mondják, hogy jaj, ennyire már két botot veszek, nyilván. Tehát meg lehet venni kb. Ugyanezt a tudású botot, amilyen fele annyiért, vagy akár még egy kicsit olcsóban is, annak vastagabb lesz a blankja, annak alsó csavaros lesz az orsó tartója, nem lesz ilyen karcsú, egy kicsit butább lesz az egész. És még egy fontos dolog, ami most eszembe jutott, nagyon sokszor hallom különböző fórumokon, beszélgetésekben, hogy van egy távdobó botom, és ezzel a 2 kilós ponty fárasztása is élmény. Attól eltekintve, hogy minden hal fárasztása élmény, ez nem 2 kilós pontyokhoz való ez a bot. Tehát én is fogtam már vele kis pontyot, és akkor mondja a horgász, hogy jól hajlik, persze, a rezgőspic hajlik, maga a bottest az épp, hogy csak egy finom ívbe meggördül. Ez a bot, én azt mondanám, hogy körülbelül 5 kilós hal felett érzi jól magát, viszont 15-20 kilós hal nem akadály neki. Nyilván a 20 kilósat már nem tudjuk úgy irányítani, mint egy feszes boilis bottal, de nagy biztonsággal partra tudjuk terelni, hogyha a zsinórunk megfelelő, illetve nincs akadó a környéken. Tehát én ezt merem ajánlani mindenkinek, de ez nagy halas, távdobó peca. Következik az igazi medveölő. Ez pedig nem más, mint a Croco LC420. Ez egy gyönyörű és feszes esznyű. Ennek is azért beremeg a spicce, úgymond, de hát a bottest az durván merev, tehát az igazi távdobáshoz való. Dobósúly tartomány hivatalosan megadva 90-150 g, és ez egyébként vissza is tükröződik, tehát a bottest az egy kicsit vastagabb, mint a World Championé. Viszont maga a bot az nem mondható nehéznek, tehát mondjuk egy Nevis Gotamával szokták általában összehasonlítani, az a Nevis Gotama az sokkal nehezebb és durungabb bot, mint ez. És hát itt is a megmunkálás felülről rátehető orsótartó, felülcsavaros orsótartó, full parafanyél, a végén egy kis markolat, ami szintén parafánból van. Ezt aztán be lehet állni és meg lehet húzni. Tehát a távolság az ideális a távdobáshoz, jól
bele lehet állni és meg lehet húzni. Nyilván ez is az, amit majd gyakorolnom kell, mert én egyszerűen félek meghúzni ezeket a botokat, pedig ez a bot aztán kibírja. Ezt, aki egy kicsit követi ezeket a Tough Dough versenyeket, azt azért láthattátok. Idén például ezzel nyerték meg a Tough Dough versenyt. Az anyaga, ha jól tudom, Toray Carbon, amit Japánból rendel a gyártója. És ami még nagyon fontos, Magyarországon kézzel készítik. Ez számomra nagyon fontos. Itt is elhangzik a fórumokon, hogy hát megére az annyit. Én azt mondom, ha már sok pénzt szállunk botra, akkor vegyünk magyar terméket. Ez a bot hivatalosan a weboldalon 150 ezer forint, ami elképesztően sok pénz. Viszont most volt a poncsó, ott már 120-ért hozzá lehetett jutni. Sőt, ha kettőt vásároltál, most tudom, sokan felemelik a szemüldüküket, hogy úristen, két botot kivesz 200 ezer forintos botot. Szóval, ha kettőt vásároltál, akkor darabját 100 ezer forintért meg lehetett kapni. Ezt nem kell, hogy egy személy. Én például a testvéremmel együtt vettem két darab botot, az egyik az övé, másik az enyém. És ha így nézzük az árát, akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy 10 ezer forinttal több, mint egyébként a nem akciós széria Walter World Champion. Ezt a különbséget már viszont mondhatjuk azt, hogy megéri annak, akinek valóban kell az, hogy messzire dobjon, illetve nagy halakat húzzon ki. Ha én a World Championre azt mondtam, hogy az egy távdobó nagyhalas peca, akkor erre a Krokóra azt mondom, hogy ez egy még távolabb dobó és még nagyhalasabb peca. Tényleg szintén itt is olvastam, hogy 2-3 kilós ponty kihúzása is élvezetes. Nem, ez nagyhalakhoz való. Itt az 5 kiló feletti szintén az a halméret, amit már úgy élvezni lehet vele kihúzni. Ezzel is fogtam 16 kiló feletti pontyot, és hát bőven benne van még a nagyobb hal is. Jövőre tervezünk elmenni egy olyan helyre, ahol akár 20 kilós halakkal is megküzdhetünk. Hát én nagyon szeretném, hogy ezzel kipróbáljak, hogy milyen kihúzni egy 20 kilós halat. És ha már a másik botnál néztük a spitzgyűrűt, itt is vessünk rá egy pillantást, ugyanis ez mutatja azt, hogy ez egy igazi távdobó bot. Itt a véggyűrű, a spitzgyűrű már három lábas, tehát alátámasztást kapott. Ez biztos, hogy a nagy súlyok alatt sem fog visszahajlani a dobásnál. Horgáztam már ezzel a bottal nagyon sokat, 100 méter körülig ezzel is el tudok dobni. A cél itt is az lenne, hogy ez stabilan egy 120-at, és akkor tudunk nagy távolságokra is horgászni. Nyilván ilyen távolságban már annyira az úgymond fader életérzés nem érvényesül, de még mindig lehet látni a kapásokat a spiccen. Volt már olyan ezzel a bottal, volt már olyan kapásom, hogy bedobtam nagy távolságra, nem figyeltem oda, szépen a spiccet áthúzta a másik botomon, és egy 3 kilós ponty volt. Tehát az nem igaz, hogy nem jelzi a kapásokat nagy távolságról a bot. Nyilván nem annyira, mint 10 méterről, de hát ez egy ilyen. Van, amikor csak bent vannak a halak. Tehát ennyit szerettem volna mondani erről a botról. Én ezt is nagyon szeretem, és nem bántam meg, hogy megvásároltam. Az orsóról most nem beszélek, hiszen ez egy az egyben ugyanaz a Shimano Ultegra 5500 XTB típusú orsó, mint a másik botom van. És egyébként még a zsinórokról nem beszéltem, láthatjátok, hogy itt monofil dobóelőke van rajta, ez egy Trabucco tapered line, ami 20-asról vastagodik fel, azt hiszem 32-es méretűre, alatta pedig ez a szép sárga zsinór, az pedig Trabucco Longcast zsinór 20-as méretben. Még annyit hozzátennék, hogy ezek a zsinórok azért jók, mert ha éjszaka megyünk horgászni, akkor nagyon jól láthatók. Nekem van Shimano Technium zsinórom, imádom, mert nagyon erős, tök jól tart, viszont fekete a színe. Amikor éjszaka voltunk horgászni, semmit, de semmit nem láttunk, mint hogy merre megy a hal. Hát szerintem ennyit erről a botról. Na, már csak két bot van hátra, és ezek számomra egy kicsit talányt jelentenek. Nézzük az elsőt. Ez volt a második botom. Ez egy Daiwa Power Mesh 390-es bot. A dobó súlya ennek 150 g, ha jól emlékszem. Igen. Hát mit mondjak róla? Nagyon lágy, ezt nézzétek. Ezt nézzétek, hogy gyakorlatilag a bot fele már
innentől kezdve hajlékot dobunk, és ez nekem annyira nem jött be. Amikor megvettem, én ezt úgy vettem meg, hogy tök jó lesz majd a Dunán horgászni vele, folyón horgászni, és arra valóban szerintem jó lenne, mert ott ugye nem kell nagyot dobni, viszont nagy súlyt kell bedobni. De hát ennyiszer voltam a Dunán horgászni, mióta megvettem ezt a botot. Viszont távdobásra, meg szerintem emiatt a látsága miatt nem alkalmas. Facebookon volt egy ilyen megjegyzés, amikor én ezt feltettem, egyébként árulom ezt a botot, és amikor feltettem, elmondtam véleményemet, hogy szerintem ez távdobásra nem alkalmas, és kommentbe jött egy úriember, hogy hát ő neki a haverja 150 méter dobott vele, hát gratulálok, majd megadhatná a címét, és akkor tőle vennék néhány leckét. Szerintem ez nekem egy olyan 70-80 méter távolság jó, és ha már 70-80 méter távolságról beszélünk, arra most már ott a nagyobbik Daiwa Custom botom, amivel a fárasztás sokkal élvezetesebb, hiszen annak a blankja egy lágyabb blank, tehát ezért úgy döntöttem, hogy ezt a botot eladom. Ez nekem bevallom őszintén egy kicsit csalódás lett. Nézzük az orsót. Ezen az orsó egy Shimano Ultegra 5500 XSD típusú orsó. Ezt úgy gondolom nem kell sokaknak bemutatnom. Nagyon sokan ezt használják a féderbotjukra. Nézzük a tulajdonságait. Hosszú utas fékje van, tehát gyakorlatilag csavargatni kell nagyon sokat, hogy behúzzuk teljesen. Ennek van pozitívuma is, és negatívum. Negatívum érthető, amikor csutkára húzzuk, bedobjuk, letesszük. Amikor letesszük az orsótartóra, akkor kell hármat csavarni rajta, hogy ki legyen lazítva. Tehát nem gyors fék. Viszont a másik oldalon olyan pontosan lehet állítani fárasztás közben, a hosszú utas féknek köszönhetően, hogy erről, ezzel az orsó a fék miatt tuti biztos, hogy nem fog titeket megtépni a hal. A futása az sima, hiszen Shimano, de egy kis csalódás. Tehát azt kell mondjam, hogy egy pár hónapos használat után elkezdett morgó hangot adni az orsó. Azután beszéltem egy szervizessel, és lehet, hogy igaza volt. Ő ugyanis azt mondta, hogy ő Shimano orsót, illetve a horgászboltja is van az úriembernek, tehát Shimano orsót ő 0 km-es szerviz nélkül soha nem ad el, hiszen a gyárban valami olyan kenést raknak rá, amitől a boltban szépen fut az orsó simán, csak aztán, hogyha kimész horgászni, mondjuk párszor elázik az orsó, az szépen kifolyik belőle, illetve nem tudom, befolyik az orsónak egy bizonyos sarkába, és utána már nem keni az alkatrészeket, tehát lehet, hogy ez a morgó hang emiatt jön. Ezt az orsómat is le fogom majd szervizelni, rendes zsírral és olajjal bekenem, és akkor majd kiderül, hogy ez a morgó hang megszűnik-e. Most egyenlőre ez az orsó szintén fent van a hirdetésben, tehát ezt ezzel a bottal együtt el szeretném adni. Hogyha esetleg valamelyikötöket érdekli, akkor nyugodtan jelentkezzen kommentben, illetve keressen meg közvetlenül. Hát erről a bot orsó párosról ennyit szerettem volna mondani. Számomra egy kicsit ilyen elfelejtett bot, pedig nagyon szép, gyönyörű a blankja, és hát gyakorlatilag mondhatom, hogy egy pár hónapot volt használva, mert tavaly szeptemberben vásároltam, és decemberben pedig már megvettem a kisebbik Daiwa Custom-ot, és mióta az megvolt gyakorlatilag, ezt talán kétszer vetettem be. Ahhoz nagyon jó bot, hogy a szekrényben porosodjon, illetve a bottáskában porosodjon, úgyhogy ezért is hirdettem meg, hát ha valaki elviszi, és neki fog élményeket, nagy élményeket szerezni. Egyébként nekem is szerzett nagy élményeket, hiszen amikor csak ez a botom volt meg a World Champion, akkor ugye aktívan használtam, és hát ilyen 14 kiló feletti pontot ezzel is sikerült azért szágba terelnem, tehát kibírja. Fárasztás közben ez is szépen görbül, csak valahogy a dobás az, ami nem annyira igazi vele. Erről ennyit szerettem volna. Ja, még valamit, bocsánat. Spitz az egy nagy csalódás. 150 g dobósúlyú botról beszélünk, és ilyen egy talpas kis gyűrű van rajta. Ezt, hogyha én megtöltök egy 100 g-os kosarat, illetve 100 g-os kosárral dobok, ez hip-hoppel hajlik. Tehát erre a botra
erre inkább egy olyan megtámasztott gyűrű kellene, mint a prokóra. Egyébként nem nagy ördöngösség átalakítani, tehát ezt a spitz gyűrűt le lehet vágni róla és rátenni egy olyan megtámasztott gyűrűt. Nekem az egyik végspiccem el is tört, ez az, ami most van benne, ez a piros, ez már egy csereszt, újonnan vásároltam, viszont a másiknak csak a legvége tört le, azt félre is tettem, és azt meg fogom csinálni egy ilyen alátámasztott gyűrűvel, vagy éppen az új gazdája fogja megcsinálni, majd meglátjuk, hogy valaki elviszi-e. Még az orsóra visszatérve, zsinór, ezek az orsók azért nagyon jók, mert dobszűkítővel lehet kapni, tehát hogyha ráteszik a 3500-as dobszűkítőt, akkor gyakorlatilag 300 méter 20-as zsinórral nagyjából tele van az orsó. Én például azt szoktam csinálni, hogy körülbelül 100 méter 20-as alátöltő zsinort alá teszek, és akkor csak 200 méternyit kell a zsinórból rátenni. Ezen 22-es Asszó Ultrakaszt zsinór van, és ezen még láthatjátok, ezen 19-es Fonot Power Pro dobó előtét zsinór van. Illetve van egy másik dobom is, szintén benne lesz a csomagban, ha eladom. Azon pedig 16-os Daiwa J-Braid Fonot zsinór van. Azt a Dunára vettem, hogy majd milyen jó lesz Fonot zsinórral horgászni. Egyszer használtam. Ez van. Na nézzük az utolsó botot. És az utolsó bot, Croco F1 Fader. Amikor megvettem, én ezt azért vettem, hogy helyettesítse vagy lecserélje a Powermesh botomat. Hát ilyen szempontból egy kicsit kapufa lett, mert bár merevebb, mint a Powermesh, még mindig egy kicsit lágy. Dobósúly tartományát tekintve 60-120 g. Én azt mondom, hogy ezzel egy olyan, hát inkább az alja felé közeledve dobnék óvatosan, mert pont emiatt a vékony blank és a látság miatt, de beszéltem a pikkerámos Sándor Petivel, és ő azt mondta, hogy ő simán megdob bele 100 métert. Hát nekem olyan 70-80 sikerül ezzel is, úgyhogy még gyakorolni kell. Lehet, hogy ki kéne próbálnom 100 g környékén, 90-100 g-os terheltség alatt, és akkor meglátni, hogy milyen távolságra megy. Most ez a bot is nálam egy kicsit így a semmiben lebeg. Lehet, hogy a Daiwával együtt ezt is el fogom adni, hiszen gyakorlatilag a többi bottal lefedem a teljes horgászatomat. Bár körülbelül 2-3 hónapja van meg nekem ez a bot, azért egy 16 kilós pontyot már szágba tereltem vele. Pontosan 16,8 kg-os, hát most meg nem mondom, hogy tükrös vagy pikkelyes volt, de simán szágba tereltem. A nyél az hasonlít a nagy krokó nyeléhez, tehát egy kicsit hosszú, van rajta egy olyan fogás. Nyilván nem olyan hosszú, mint a másik, de hát a bot hosszához mérten ez is a távdobás segíti. Ami nem tetszik, hogy ennek már nyilván költséghatékonysági okokból már nem felülről zár az orsótartója, hanem alulról. Hát én ezeket a megoldásokat valamire nem szeretem, én a felülcsatosat jobban szeretem. Illetve a kidolgozása sem olyan finom, mint a társai. Cserébe fele annyiba, harmad annyiba kerül, tehát azért ennek is megvan a haszna. A gyűrűi, főleg a keverőgyűrű, ezeken a krokóbotokon nagyon hosszú távol van a bottestől, de ez azért van, mert ugye ezt direkt az Ultegra orsókhoz párosítják, és kikísérletezték, így tud lefutni a leghatékonyabban a zsinort. Ez is ez a ráhúzós, tehát nem csapos az összetétele, hanem a felső tag rámegy az alsóra, de itt is jól van megcsinálva. Nagyon szép a bot egyébként, nekem nagyon tetszik ez a szép fekete blank, ez a kb. Mint a kézzel írott felirat lenne rajta. Egyébként még a nevet is rá tudják írni, hogyha valaki azt szeretné, tehát egy jó kis bot, de ezt is nem sokat használom, úgyhogy lehet, hogy ő is az eladás sorsára kerül, majd meglátom, hogy megtalálom a helyét, hogy hol lehet leginkább használni. Erről a botról és orsóról még annyit, hogy a spitz gyűrű itt sem alátámasztott, tehát azért erre is kíváncsi vagyok, hogy ez hogy bírja majd, hogyha esetleg egy 100 g-mal megterhelem. Szerintem ez is be fog halni, de hát ezeknek a botoknak ez a sajátossága. Az orsó pedig gyakorlatilag az XSD-nek a testvére, ez tök ugyanaz ez az orsó, mint az XSD, ez az XTD, csak a ház színében tényleg a két orsó, tehát hosszú utasfék. Ugyanaz a futás, Daiwákhoz képest ilyen kis vékonyka felkapókkal, illetve ugyanúgy megjelent benne az a morgás,
de majd meglátjuk, hogy ha leszervizelem, akkor az eltűnik-e vagy sem. Egyébként a féke miatt szeretem ezt az orsót, és hát esztétikailag szerintem a fekete az szebb, mint az ezüst színű, főleg ez a fekete botteste. Hát. Ezek a felszereléseim. Remélem tetszett nektek a videó, de még itt nincs vége. Két dolog még hátra van. Egyrészt szeretném bemutatni a bottartókat, amiket itt használtam, másrészt a botok tárolása nagyon fontos, így ezekről is szeretnék néhány szót ejteni. Jó, a botokat elpakoltam, meg amit említettem, megmutatom, hogy én mind tárolom a botokat, amikor horgászom. Leggyakrabban ezt a Fox Stalker Plus rodpodot használom. Ez egy picike, kompakt kis rodpod, kb. Hát ekkorára húzható ki. Ami azt jelenti, hogy ha ide rakom a féder orsókat, akkor így hát az első gyűrű valahol itt van, vagy mögötte. Stabil, nagyon stabil. Nagyon gyakran horgászom part közelre, ahonnan a kapások azok nagyon erőszakosak szoktak lenni. A botot szinte lerántja a bottartóra hal, és mégsem billen meg, vagy dől el ez a kis állvány. És nagyon jó, mert gyakorlatilag ilyen kicsit angolos, föld közelben van az egész, úgyhogy nagyon jó. Amit szeretek használni, ez a Guru Reaper hátsó villa. Ebbe a botnyelét egy kicsit, hogyha nem csak ráteszem, hanem megnyom, akkor ez egy kicsit megszorul benne, és stabilan tartja a botot. Ez különösen akkor hasznos, hogyha olyan helyen horgászom, ahol vagy nagyon lefelé, vagy nagyon felfelé kell állni a botnak, ugyanis ez stabilan tartja a botot, nem csúszik el. Másrészt ugye a hal sem tudja kivenni, úgyhogy csak ezt a normál villát használtam, amit majd fogok mutatni a másik részen, ami gyakorlatilag így volt. Nagyon erőteljes közeli kapásoknál a bot vége elkezdett kicsúszni belőle, ami nem tudjuk. Első villának gyakorlatilag szerintem ennél nincsen jobb. Ez a Korumnak a Size Strike Rest típusú első villája. Minden botom, még a vastag krokó is beleféri, de nem tud elmozdulni belőle a bot. Viszont kivenni belőle egyszerűen csak fel kell emelni, és ez nagyon hasznos. Mindjárt mutatok valamit. Régen ezt a típusú első villát használtam, ami talán még egy kis plusz biztonságot kölcsönzött engem a part középpecánál. Sokszor volt, hogy rántotta volna ki aludjét. Már egy kicsit el tud mozdulni a bot, ami még a kisebb hiba. A nagyobb az, képzeljük el azt, hogy húzza a hal erre a botspicet. Ezt nem tudod csak szimplán felemelni, hanem errefelé, visszafelé kell kiemelni a botot a villába, és nem egyszer előfordult, hogy kiemeltem a botot, hogy ahogy elhagyta ezt a részt, a hal egyből húzta, a zsinór meg beakadt ide. Szerencsére nem lett szakadásom belőle, de gondot okozott, úgyhogy ezt félretesszük. Szóval, Stalker Rodpod, nagyon szeretem, és ehhez adnak egy ilyen kis pofás szállítótáskát, és van három botos, illetve két botos buzzbar benne, ami szintén egy nagyon jó. Ugye a buzzbart, hogyha a szűket teszem be, az leginkább boilizni jó. Én a három botost jobban szeretem féderezéshez, egy kis távolság van a botok között, így kényelmesebben el tudja húzni a halaspiccet. És hát természetesen a buzzbarok olyanok, hogy az első az egy körülbelül 1-2 centivel szélesebb, így a botok nagyon kicsit szétfelé állnak, ami szintén szerintem nagyon jó. Hát ennyit erről az állványról, szét is kapom. Egy hátránya azért mégis van annak a Stalker állványnak, azért 2-3 percbe beletelik még a szétszedem. Amikor tesómmal elmegyünk horgászni, hogy csak kihúzza a két leszúróját, és már útra is készen is van, nekem azért egy kicsit ez több időt vesz igénybe, de nézzük, mi van még itt. Ez volt az első állványom, gyakorlatilag ez egy Prologic Goalpost Kit. Ez gyakorlatilag klasszik leszúró, tehát hogyha minimál pecát akarok, akkor nem az állványt viszem el, hanem a leszúrókat.
Ennek nagyon nagy pozitívuma, hát van egy ilyen vízszintjelző rajta, ami szerintem parasztakítás, ami viszont nem az, azok ezek a kontra anyák, amivel ugye gondolom már sokszor előfordultatok, és hogy csavartátok be a villát, vagy éppen az elektromos kapásjelzőt, és így állt meg. Hát ezzel nem fordulhat elő, hiszen ezzel a kontra anyával be tudjuk állítani pontosan, hogy hol álljon meg a villa. Így. Tökéletes. Első villák. Ezek a korunknak az első villái. Egyenes típusú horgászathoz nagyon jók, ezeket nagyon szeretem. Viszont féderhez nem annyira, ugyanis ezek, hogy a botot védjék, egy finom, hát ilyen gumiszerű műanyag borítást kapta. Viszont előfordult már velem az, hogy egy közeli, nagyon agresszív kapásnál, amikor nagyon vitte a bota zsinort, az itt lefutó zsinór belevágott ebbe a finom, puha műanyagba. Nem lett belőle szakadás, de azért nem nyugtatott meg a dolognak. Szóval ezt a kis készletet is nagyon szeretem, minimál pecához ideális. Annyi a hátránya, hogy ez csak két botos készlettel van, vagy két botos bazbárral van nekem, és itt elég közel vannak egymáshoz a botok, itt előfordulhat, hogy az egyik bot spicét ráhúzza a másikra, tehát figyelni kell. Ennyi. Ja, még annyit hozzáteszek, hogy ehhez is egy nagyon pöpec kis táska azért van. Zárásképp még egy dologról szeretnék nektek beszélni, ez pedig a botoknak a tárolása. Én szeretem a botjaimat, amit gyakran használok felszerelve tárolni, és ehhez a kis kasztiz botok azok nagyon jó segítséget adnak, ugyanis olyan botzsák található hozzájuk, amivel orsóval együtt bele tudom tenni, tehát felszerelve tudom eltenni a botokat. És egy nagyon fontos dolgot, egy nagyon fontos kiegészítőt szeretnék nektek mutatni, ezt ide leteszem a földre, és az pedig ez a Cero névre hallgató, tehát ilyen bot, hát nem is tudom minek nevezem, ez bot tartónak vagy bot fejvédőnek, ide a bot alsó részébe bele lehet akasztani, illetve a spicre rá lehet húzni. Ez ilyen kis gumis dolog, tehát ezt nézzétek, ez gyakorlatilag így összefogja a bottagokat, a hossza állítható, és nagyon nagy segítséget nyújt a botok tárolásakor. Nagyon fontos, hogy amikor elteszitek az orsót, a hajtókart, azt hajtsátok le, és ami még talán ennél is fontosabb, vagy hát legalább ilyen fontos, hogy a féket azt lazítsátok ki, így sem öregszik el, a fék nem használódik el. Ezt úgy szoktam, hogy a visszaforgásgátlóval beállítom a megfelelő helyre. Belefektetem a bottáskába. És gyakorlatilag készen vagyunk. Ezt így tudunk vinni a partra. Arra kell figyelni, hogy amikor ezzel a botokkal megyek horgászni, ezek kerülnek be utoljára a kocsira, tehát ezt mindennek a tetejére teszem. Nézzünk egy másik botot, ez pedig a Kropó. Ez nem véletlenül egy prémium bot, ehhez egy nagyon igényes bélel, tehát ez egy ilyen legalább egy ilyen fél centi, egy centi vastag szivacsos bélel bot, ami pontosan belefér a bot. És egyébként az igényesség az magán a bodzsákon is megmutatkozik, ugyanis a többi bodzsákhoz nem hasonlóan, ez nem háromrekeszes, hanem négyrekeszes, tehát külön a spic tartó műanyag csőnek is van egy rekesze, tehát nem kell a bodzsák aljából kitúrni, hiszen az csak olyan hosszú, ameddig a spic tartó ér. Szerintem ez egy igényes megoldás, ezt is nagyon szeretem, és a botok extra védelmére én még használom ezt a Preston bodzsákot, így a Kropó botomat azt az egyik rekeszbe pontosan bele tudom tenni, hogy belefér. Egyébként még ilyen kis apró cikkeket is szoktam tárolni. Viszont a másik botomat, azt itt láthatjátok, ez a World Champion bot, ezt is felszerelve tudom tárolni, ezt is a Cero botrögzítővel rögzítettem le, mivel ennek a hossza állítható, ez 420-as, 390-es, 360-as bothoz tökéletesen megfelel. Itt is nagyon fontos, hogy a visszahajtott hajtókart, a fék az lazán ráállítva, és ennek ilyen kis nyílrész tartó van. Én, hogyha felszerelem a botot, akkor
az olmot azt olyan hosszúra hagyom, hogy ezt pontosan beleérjen ide, vagy hát még laza legyen a zsinór beleérjen ide. Ugyanis ha az ólom az itt van csak félúton, akkor előfordult, hogy a spiccet letör. Én a dajvámnak a spiccét egyébként így törtem le, tehát nem dobás meg ilyesmi, hanem szállítás közben. Egyébként érdekes tény, hogy a botok leginkább szállítás közben szoktak megsülni, úgyhogy érdemes beruházni egy ilyen merev falu bottáskára. Ez egyébként 3 plusz 3 botos, ami azt jelenti, hogy 3 felszerelt botot tudunk benne tárolni, illetve mindegyik rekeszben található még egy extra alsó és felső rész, tehát alsó rész, amit bele tudunk állítani, még egy nem felszerelt botot. Én a középső rekeszbe a krokó és a dajva botomat teljesen szétszerelve rakom be, tehát azok csak a botzsákjainkban vannak, és akkor ezt szépen össze tudom húzni, és akkor a vállamra véve viszem, plusz még megfogom hozzá a két dajva kasztit, és ugye az orsókat, amiket levettem róla, azokat pedig ilyen kis orsótartó zsákokban szállítom. Ezekben még a nyílnek a kis védő műanyagja is megvan, és akkor így nem veri le az összehajtott nyíl. Nagyon fontos itt is, hogy a féket azt engedjük ki, így tovább használható marad. Hát, szerintem készen vagyunk, nagyjából ennyi. Remélem tetszett nektek ez a videó. Hogyha kérdésetek van bármelyik felszereléssel kapcsolatban, akkor nyugodtan keresetek meg, írjatok kommentet, vagy keresetek meg közvetlenül. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Lesz még hasonló tartalom a horgászatok mellett. Ugye, ahogy említettem, még a mindegyik bottal le fogom mérni, hogy milyen távolra tudok dobni. Ezt jövő tavasszal várható ez a videó. És egyébként pedig menjetek pecázni, hogyha ilyen szép idő van. Ma például ehelyett a videó helyett még kimehetünk volna a tópartra, mert nagyon kellemes idő van. Annak ellenére, hogy hideg, süt a nap, úgyhogy mindenkinek irány a vízpontja, és ne felejtsetek el Instagramon is bekövetni. Sziasztok!